Harmadik alkalommal rendezték meg az Általános Művelődési Központ Kazinczy Ferenc Általános Iskolájában a zenetábort, ahova bár a részvétel nem volt kötelező, mégis ez évben jelentkeztek a legtöbben. 50 diák vett részt a mindössze 3 napig tartó átfogó zenei képzésen. Szinte minden évfolyam képviseltette magát az elsősöktől egészen a végzősökig. A legkisebbek most még csak szolfést tanulnak, de ösztön már hangszert választhatnak. Hogy érzed magad a táborban? És mit szoktatok énekelni? Hát ilyen dalokat. És mikor fogsz hangszeren tanulni? Jövőre. És milyen hangszeren szeretnél tanulni? Ja. Mit csináltuk a táborban? Kimegyünk az udvarra néha játszani, meg énekelni, játszunk. Szoktunk menni kirándulni, kisvasutazni, meg megnéztük a cseppkőbarlangot. Meg ilyesmi, meg a vízesést, meg énekeltünk a barlangban. És elfáradtatok a kirándulás? Hát igen. Fúvó zenekar szorgalmasan készül a tábort követő koncertre, illetve a zeneiskola 5 éves jubileumára. Jó a tábor, egyre jobban játszok a hangszeren is. Ennyi. És milyen pluszt kapsz itt a táborba? Tehát az otthoni gyakorláson kívül még miben segít a tábor? Hát, hogy új darabokat játszok meg, hát jobban játszok akkor is, hogyha még itt érjek. Zeneiskolában trombitán játszom, és itt a tábor ideje alatt játszok ezen a baritonkürtön. Ez a hangszer tulajdonképpen, hát igen, nagyon mint a trombita, de viszont nagyon hasonlít hozzá, mert ugyanúgy kell a hangokat lefogni. És hogy érzed magad a táborban? Hát nagyon jó, a társaság is nagyon, hát jó. És a jövőben komolyan szeretnél foglalkozni a zenéléssel? Hát igen. És a fellépések nehézséget okoznak? Hát, mert már a fúvós zenekarra már azért viszonylag sokszor felléptünk, ezért már úgy annyira nem nagyon. Mi az a plusz, amit itt lehet tanulni? Hát tulajdonképpen tehát, amit a zenekaron tanulunk, darabok azok viszonylag könnyűek, csak tehát a trombitának van egy olyan lényege, hogy a szájnak nem szabad elgyengülnie, úgyhogy ez végül is hát úgy edzésben tart minket. Felső Zsolca mellett még Sajó Vámosról és más településről is érkeztek zeneszerető diákok a táborba. Honnan jöttél a táborba? Sajóládra. És milyen hangszeren játszol? Furuján. És mennyi ideje játszol? Hát, 2-3 éve. Hogy érzed magad a táborba? Nagyon jó. Miket tanultál a táborba? Hát darabokat. Más szerintem nem. És otthon sokat gyakorolsz furuján? Hát, igen. Bár népszerű hangszernek számít a zongora, a furuja, illetve az ütős és fúvós hangszerek is, de a gyerekek körében a legkedveltebb az akusztikus és elektromos gitár. A nagyobbak között akadt, aki már amatőr zenekarban is játszik. Milyen hangszeren játszol? Én klasszikus gitáron. És mennyi ideje játszol rajta? Hát jelenleg 5 éve. És van zenekarod otthon? Van egy Metallica és pokolgép tribute band, amiben játszok, amivel már volt is pár koncertünk. És hol gyakoroltak a fellépésekre? Hát jelenleg egy próbateremben, ami most nincsen. Miért pont ezt a hangszert választott? Van egy rokonom, aki már több éve gitározik, és amikor hozzánk eljött nyaralni, az nagyon jó hangulatot tudott csinálni, és nekem megtetszett, és így anya egy ismerős zenei iskolába először beiratott, utána pedig átjöttem ide, mert ez jobb. És a jövőben is szeretnél ezzel komolyan foglalkozni? Igen. Thank you.
Ezek pedig már a táborzáró koncert képei. A párnapos zenei felkészülés után a Bárcai Kastély földszinti kiállító termében mutatkoztak be a diákok. A terem zsúfolásig megtelt szülők, nagyszülők, testvérek jöttek el megnézni a gyerekek szereplését. Elsőként a legkisebbek léptek színpadra, ők, mint már hallottuk, csak ősztől tanulnak majd hangszeres zenét. A nagyobbak persze már hangszerrel léptek fel. Kisebb zongoradarabok, fuvolaszólók és kamarazenék szólaltak meg előadásukban. Én mindig élvezettel jövök ide, hogyha ilyen koncertre kell eljönni. Nagyon kisfiam is játszik a trombitán, Tompa Gergő, és mindig élvezem az ilyen produkciókat. Főleg amikor nem egy kicsit olyan komolyabb zenemű van, hanem egy ismertebb darab vagy egy könnyedebb műfaj. És miért biztatta a gyermekét arra, hogy jöjjön a táborba ide is? Ő maga akart jönni a táborba. Tavaly nem volt, de az idén volt rá lehetőség, és ő akart jönni, nem is én erőltettem. Szeretné esetleg, hogyha a jövőben is komolyabban is foglalkozna a zenével? Hát én nagyon szeretném, csak ez rajtam múlik, hogy ő mennyire szeretné ezt tovább vinni. Most nagyon jó kedve jött a táborba, nagyon tetszett neki, úgyhogy remélem, hogy folytatni fogja. A kétkezes zongoradarabok után a Furulya trió is nagy sikert aratott. A zeneiskola vezetője büszke arra, hogy a harmadik alkalommal megrendezett nyári táborukra a tanulók egynegyede jelentkezett. Harmadik éve működik a nyári zenei táborunk, és egyre több és több növendék vesz rajta. Nagyon lelkesek, nagyon szeretnek jönni, és ez a mai koncert én azt hiszem, hogy igazán megmutatta, hogy 3-4 nap alatt mi mindent lehet tanulni a gyerekekkel. Épp ezt akartam kérdezni, hogy lehet tanulni 3-4 nap alatt is? Igen, óriási fejlődés van, tehát tényleg úgy van, hogy a gyerekek lelkesedésén is, és szorgalmán is nagyon sok múlik, hiszen ez alatt a pár nap alatt is szinte kézdarabokat, produkciókat tudtak előadni. Hallottunk egy nagyszerű gitárzenekart, nagyszerű fúvózenekart zárásként, és közben azt a sok-sok aranyos, édes kis darabot, amit előadtak a gyerekek. Koncert nagyon tetszett, és büszke vagyok a kollégáimra, a gyerekeinkre, hogy egy hét alatt ilyet tudtak produkálni, de elsőleges célja a tábornak gondolom nem ez, hanem a nyáron is szabad idejük hasznos eltöltése, azon kívül pedig, hogy együtt legyenek, együtt a Szent Istvánosok, kazincisok, sajóládi gyerekek. Nagyon büszke vagyok rájuk, hisz szabad idejükbe, szabadságuk alatt harmadszor szervezik meg ezt a tábort. Most a gyerekeknek nincsen közismeret, tehát nem járnak iskolába, nincs matematika óra, nincs fizika, nincs történelem, és tényleg csak a zenével tudnak foglalkozni. Délelőtt egyéni foglalkozás volt, idő után pedig összejöttek a négykezesek, a zenekarok, és nagyon élvezték a gyerekek. Sokszor még a szabadidőben is muzsikáltak, ugye nem hagyták abba, és hát azt hiszem, hogy ez önmagáért beszélt ez a koncert, hogy milyen nagyszerűen tudtunk haladni ezekkel a gyerekekkel. És szeptemberben mindig könnyebben tudunk már újra munkába állni velük. A zenetáborban és a koncerten készült fotók egyébként megtekinthetőek a Zsolca TV weboldalának képgalériájában, ahová nézőnk is beküldhetik felvételeiket. Milyen érzés tanárként a diákokkal együtt játszani? Remek érzés, ettől szebbet nem is tudok elképzelni. Ezek a pici gyerekek, meg a nagyobbak is, az, hogy a muzsikának élnek, és szabad idejükben a muzsikához nyúlnak, és más nem hiába, vagy nem, tehát más nem hiába való dologhoz, ez egy fantasztikus, és minden tanárt örömmel tölt el az, hogyha tanítványával együtt muzsikálhat, és át tudja adni neki azt, ami benne van.
Hát ezt csak szerelemből lehet csinálni. Ezt azt gondolom, hogy ezt másképp nem is érdemes csinálni. Ez csak úgy lehet, ha aki szereti a gyerekeket, szereti a zenét, és ez így valahogy összejön az életben. Hát ez az, amit azt gondolom, hogy az ember hivatásának érez, és ez nem foglalkozás, hanem ez hivatás. Koncert zárásaként a Fúvó zenekar lépett a közönség elé. Felkészítő tanáruk és karnagyuk büszke arra, hogy a nagy létszámú együttesbe mindig van utánpótlás. Mikor először megkezdtük, akkor az nem emlékszek pontosan, hogy 30-an voltunk, és most már 48-an. Hát, tehát a gyerekek valahol lássák, hogy jó helyre jönnek. És ha rossz lett volna először, másodszor, nem jöttek volna ennyi sokan. 48-on voltunk. Hát én mindig a saját rémszerről beszélek, ugye a Fúvó zenekar. Hát ez egy mindig nagy öröm a számomra, hogyha zenekari próbát tudunk csinálni, és minden próbának van egy fellépés. Hát a fellépés a minden. Hát én nagyon örülök, hogy mindig, ami a lényeg, tudunk új tanulókat beépíteni a Fúvó zenekarban. Mert elmennek a nagyok, egy körforgás, elmennek a gimnáziumba, vannak, akik már még tovább, és tudunk pótolni helyettük, és ezt tartom a legnagyobb sikernek, hogy van, és aki itt, aki most hallott minket először, az nem veszi észre, hogy itt mennyi újak vannak köztünk, akik tavaly kezdték, vagy most kezdték éppen. Ezt tartom a legnagyobb sikernek, hogy van nálunk utánpótlás. És hogy milyen érzés a pár nap alatt megtanított indulókat vezényelni a közönség előtt? Ezt nem lehet szavakba kifejezni, mert valahol a munkának a gyümölcse. Hát ez a gyümölcs, mikor az ember van, elvet egy gyümölcse, vagyis elvet egy zöldség, és ki kell. Hát én is valahol elvetem beléjük, elvetem a kottákat beléjük, nevelem, és ők már szeretik. Nagyon szeretek velük dolgozni, de ez csak úgy jó, ha ők is akarják, és akarják. És én is akarom, és így akkor ketten közösen tudunk ilyen szép indulókat játszani. Tanár úr boldog, hiszen egyik kedvenc indulóját alig pár órány gyakorlás után műsorra tűzhette a gyerekekkel. Próbálkoztunk egy új induló, a szamosmenti induló, de azt csak úgy vettem elő, mondom, hogy gyerekek, nézzük már meg, majd szeptembertől ezt fogjuk gyakorolni. Kérem szépen, kedden hozzáfogtunk, átvettem velük a szólópróbát, csütörtökön, szó szerint csütörtökön már játszottuk, de ridegen azt mondta, menjünk végig rajta. És ma csak kezdtünk dolgozni, csak kezdtük csiszolni, és belementünk élesbe. Mondtam, fiúk, fog menni. Hát remélem, hogy mert láttam itt, meg hallottam, hogy itt a kedves szülőknek tetszett, nagyon tetszett, tapsoltak. Jó leső érzés volt, hogy a gyerekek ilyen szépen megtanulták 2,5 nap alatt.
Augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe. A katolikus egyház Mária mennybe menetelét ünnepli ezen a napon. A Felsőzsolcai görög katolikus egyház közösség pedig a templom szentelés napjához is kötődve ekkor tartja a búcsút. A hétvégén ünnepi istentiszteletet tartottak. A Debrecenből és a Vajdácskáról érkezett lelkészekkel közösen celebrált misére zsúfolásig megtelt a templom. Idősek és fiatalok közösen hallgatták a prédikációt. Hogyan is vagyunk mi szűzanya tiszteletével? Milyen szép, hogy mind a három nagy generációnkat, gyermekeket, ifjúkor és az időseket is megszólítja a Szentírás. Máriához menni, s Mária dicsérve, az Isten kedves gyermekeiként élni. A zsolcai görögkatolikus közösség 1803-ban történt önállóvá válását követően 1851-ben emelt templomot. Műremek ikonosztázást Spisák Imre és testvére készítette, vagyis az a testvérpár, akik a Mária Pulcsi ikonokat is festették. Ezt a templomot Szűz Mária elhunyta és mennybe menetelére építették. Hát az 1840-es évek végén, 49-ben és 51-ben fejezték be. Úgy érezték, hogy szükségük van Mária oltalmára, hiszen az egész magyarságunkat annak idején Szent István király a Szűzanya oltalmába ajánlotta, és itten éppen a zsolcai csata után, hát úgy érezték az itt élők, hogy Szűzanyának építenek egy templomot, hát ez a jelenlegi templomunk. Délben körmenettel zárult az ünnepi szentmise. És nem kétkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik mind, amit mond, meg leszen neki. A vallási szokásaink az nem ma keletkeztek, hanem hát az évszázadok hagyományai alakultak ki. Minden évben szeretjük megrendezni a körmeneteket is. Ez egyben azt is jelenti, hogy mi is beállunk a sorba, a keresztények sorába, és kérjük a Jóisten kegyelmét és a Szűzanya oltalmát. Ma 5 éve, hogy Pécsen a szívemmel megoperált Pap Lajos professzor úr meggyógyított, és hálából, hogy a Jóisten ilyen jó volt hozzám, ahova csak hívnak, ahova csak tudok, mindenhova megyek, úgy kerültem most ide. És hogy mi az üzenete a Mária ünnepnek? Egyszerűen fogalmazva, talán a hit. A mai napon az Isten szülő elhunytát és mennybe vitelét ünnepeljük, és hogyha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor úgy gondolom, hogy nem más, mint hogy az ő jövője is ez lesz. Tehát úgy élje a napjait, úgy rendezze az életét, hogy az nem a nihilbe, nem valami kilátástalanságba fut, hanem ugyanaz lesz az osztály része, mint az Isten szülőszűznek. Az Atya jobbjára kerül. Kétségtelen, hogy a közösségi élményhez hozzájárul az, hogy nem egyedül, nem 2-3 ember társával imádkozik a keresztény, hanem teli van a templom, és együtt zeng, a mennyei karokkal együtt énekel a hívő közösség. Bár nyári szünetét tartja a parlament, a honatyák többsége mégis dolgozik. Az MDF-es politikus Almási Kornél például a vidéket járja, tájékozódik. A 29 éves országgyűlési képviselő a múlt héten városunkba is ellátogatott. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának egykori elnökével a Zsolca TV kamerája előtt a felsőoktatás és a vidék mai helyzetéről beszélgettünk. A Magyar Demokrata Fórum elutasítja az ilyen formájú tandíjnak a bevezetését. Mi azt szeretnénk, hogyha a tandíjt el lehetne kerülni, és a véleményünk az, hogy el lehet kerülni a tandíjat, hiszen hogyha átalakítanák a normatív finanszírozási rendszert, hogyha azokra a szakokra kevesebb hallgatót vennének föl, ahol bizonyítottan diplomás munkanélküleket képező, magyarul az államilag finanszírozott hallgatói keret létszámot csökkentenénk, akkor lehet olyan megtakarításokat elérni, hogy ne kerüljön a tandíj bevezetésre, és sorolhatnám még egyébként a többi ötletünket is, amivel lehetne megtakarításokat eszközölni. Hogyha a kormányzat végig gondolta volna azt, hogy
a tandíj helyett találjunk valami más megtakarítási formát, akkor most nem kéne a tandíj kapcsán az IDF által szervezett aláírásgyűjtésről, vagy a hallgatói önkormányzatok által szervezett tüntetésről beszélnünk. Miért fél a magyar a tandíjtól? Hiszen Európa minden országában szinte fizetni kell. Ez egy tévinformáció, hogy minden országban, nagyon sok országban kell fizetni, de legalább annyi országban nem kell fizetni tandíjat. Németországban például tartományi szinten változik, hogy kell-e tandíjat fizetni vagy sem. Skandináv államokban, Dániában és Svédországban például nem kell tandíjat fizetni, Nagy-Britániában kell, Ausztriában kell, tehát teljesen változó képet látunk. De azért azt is hozzá szeretném tenni, hogy ahol tandíjat kell fizetni, ott azért sokkal magasabb minőségű oktatást kapnak sok esetben a hallgatók. De mondjuk infrastruktúrális színvonal, ha mindenképpen jobb az ottani oktatási rendszernek. Mi, nekünk egyszer még hallgatói vezetőkoromban volt egy olyan elképzelésünk, hogy rendeljünk be minden hallgatót, aki a felsőoktatásban él és mozog, nappal is levelezős hallgatót, azt gondolom, hogy meg tudnánk bénítani a magyar felsőoktatást, nem férjenek el a termekbe a hallgatók. Ez Nyugat-Európában nem fordulhat elő. Ott befizetik a tandíjat a hallgatókkal, tandíjas képzés van, de eleve differenciáltan fizetnek tandíjat, tehát vannak olyan jó menő, jó nevű egyetemek, ahol nagyon magas a tandíj, és vannak olyan egyetemek, főiskolák, ahol egy alaptandíjat kell fizetni. Egészen más rendszer működik ott, itt pedig fűnyíró elvszerűen azért, hogy a költség és hiány betömködjék, ezért mindenkivel megfizetették a tandíjat, és semmifajta köze nincs a minőségjavulásához a tandíj bevezetésének. A Gyurcsány csomagnak csak az egyik szelete volt a tandíj, vagy a fejlesztési rész hozzájárulás, hogy hivatalosan nevezik, de emellett ott van a gázáremelés, energiaáremelés, és még számos egyéb megszorító intézkedés. Hogyan érinti ez ön szerint a vidéket? A vidéket rosszul érinti, talán a legrosszabbul érinti a vidéket, a Gyurcsány csomagnak a megszorító intézkedése, említette ön is a gázárakat. Valóban azt gondolom, hogy ez egy álságos dolog, hogy a gázár támogatás úgy működik, ahogy működik, tehát fogyasztás alapon egy elég szűk réteg juthat csak gáztámogatáshoz. Hát egy kis településen, egy faluban, ahol egy nagy családi házat kell befűteni, nem biztos, hogy gazdag emberekről van szó, szóval egyszerűen családi házat, vagy régi parasztházat kell befűteni, bizony annak megvan a fogyasztási költsége, és ezt abszolút nem támogatja az állam. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak a vidéken élők, és sorolhatnék még sok mindent, munkahelyteremtés kérdése. Azt gondolom, hogy azok az adó változtatások, amelyeket a kormány bevezetett, gondolok itt a szolidaritási adóra, gondolok itt az elvárt nyereségadóra, gondolok sok mindenre, ezek pont azt a réteget bántják és támadják, aki ezt az országot eltartja, vidéken is a kis- és középvállalkozókat, akik munkahelyeket teremtenek, akik befizetői, adófizetői ennek az országnak, azokat támadják egyrésztről, másrésztről pedig ezek az adó intézkedések, ezek abszolút nem a versenyképességet növelik, ezáltal elképzelhető az is, hogy a külföldi tőke el fog menni Magyarországról, de hogy biztos nem fog ilyen körülmények között idejönni a külföldi tőke, arra azt gondolom, hogy nagy összegben mernék fogadást kötni, és itt van nem messze tőlünk Szlovákia, ahol meg tódul be a külföldi tőke, mert olyan kedvező adózási rendszer van. Én azt gondolom, hogy el lehet fogadtatni reformcsomagot az emberekkel, de meg kell magyarázni, hogy miért van ez, és meg kell azt is magyarázni, hogy meddig tartanak ezek a megszorító intézkedések, és a megszorító intézkedések mellett milyen reformmal akarja a kormány elkerülni azt, hogy még egyszer ilyen helyzetben ne kerüljünk, de erről most nincsen szó. Ezzel most megint gyorsan bevételhez jut a kormány, de ugyanúgy a magyar gazdaság versenyképessége az nem nő, és nem prosperál a magyar gazdaság, ez a fő probléma, és így nem tudunk kilábalni abból a helyzetből, amiben az ország az elmúlt néhány esztendőbe került. Mennyire sikerült itt Felső-Zsolcán szétnézni, hogy teszik a város? Hát még csak most érkeztünk, ebédeltünk egy jót ebbe a kiváló pokolcsárdával, igazán jó ételeket lehet enni. Ezt a kis teret megnéztük, ha mesélték barátaim, hogy ez pályázati pénzből épült. Hát ez nagyon dicséretes és nagyon szép, és most megyünk tovább és meg fogjuk nézni a várost. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész térség, Miskolc és környéke, ez több figyelmet érdemelne, és én azt gondolom, hogy az országnak az egyik legszebb része, és reméljük, hogy minél többen egyébként el tudnak ide látogatni, mert tényleg megérdemli ez a térség a figyelmet. '56 esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra NB3-as mérkőzést rendezzenek a zsolcai focipályán. Az őszi bajnokság első mérkőzésén a megújult FVSC hazai pályán fogadta a Tura csapatát. Az izgalmasnak ígérkező meccs kezdőrúgását városunk polgármestere Fehér Attila végezte el. Az első fél időben szépen felépített támadásokat és erős védekezést láthatott a nagyszámú szurkolótábor mindkét csapattól.
Alig negyed órával a játék kezdete után az eső is szemerkélni kezdett, így a lelátón sorra nyíltak az ernyők. A szurkolók azonban bíztak még a jó időben és a jó eredményben is, amikor egy 16-oson belüli szabálytalanság miatt a bíró 11-est ítélt. Az FESC ezzel megszerezte a vezetést. A szurkolótábor bizakodva nézett a folytatás elé. Szerintem olyan 2-1 Zsolca. Zsolca nyert. Hogy mennyire, azt nem tudom. Remélem, hogy 1-0-ra, vagy 2-0-ra győzünk. Tetszik már most, egyre jobban. Kinek szurkolnak? Zsolcának. Nem kérdés, igaz? Nem. Mire számítanak egyébként, hogy fog szerepelni a Zsolca? Szerintem biztos, hogy meg fogják állni a helyüket, valahol. Igen, az NB3-ban. Az első 8-ba bent leszünk, remélem. Kezdésnek, NB3-ba. Bízom a hazai sikerbe, szoros mérkőzésen. Szintén ugyanaz, hazai győzelem. A lelkesedés talán meghozza a gyümölcsét. Mondjuk látszik, hogy jó az ellenfél. Szerencséje volt, hogy pár esetben már a hazaiaknak, de úgy néz ki, hogy az akarat fog győzni. Bízunk benne. A második fél időben úgy tűnt gyengébben teljesít a Zsolca. A Tura pedig folytatja intenzív csapatjátékát. Több eladott labda és kihagyott helyzet jellemezte ekkor az FESC-t, amit a Tura gyorsan és ügyesen használt ki, hamar egyenlített, majd át is vette a vezetést. A kispad mellől a mester egyre idegesebben, némi kritikával is biztatta csapatát. Pat, pat! Gyere, hozd el! Most fussál vele, most! Most! Húzzad, elég volt! Tóth Laci! Térfél csere volt, már arra támadunk, jó? Az egymás után szerzett két urai gólt követően a hazai lelátón is alábbhagyott a lelkesedés. A vendégszurkolók között találkoztunk más városokból érkezett drukkerekkel is. Hajrá, Putnok! Most jöttek akkor még ilyen nézegetni, hogy mi lesz? Igen. Ellenfél nézőbe. És keménynek tűnik a Zsolca? Hát, lehetnének jobbak is, szerintem döntetlen lesz. X. Én is azt mondom, hogy egy X-re jó itt a hazai csapat. Ahhoz képest, hogy újoncok, hát majd belerázódnak. Ez az NB3, rutin, tapasztalat, ez a lényeg az egésznek. A Putnok majd kemény ellenfélnek ígérkezik? Szerintem igen. Szerintem egy sima győzelem Putnok részéről. Erősebb, stabilabb, jobb a játékos kerete. Biztos. Szerintem egy 10. hely kiesés nem fenyegeti a Zsolcát, de 10. hely szerintem az reális lesz nekik, ha benn maradnak. Igazolni kell játékosokat, szponzorokat kell keresni. Ez az egész NB3-nak meg a magyar focinak a lényege. A 90. percre a Tura 4 góllal vezetett, edzőjük szerint a várt játékot hozta a csapat. Ketté választanám a két fél időt. Az elsőben helyek közel ugyan a megbeszéltek szerint futballoztunk, de egy elég nagy hibából gólt kaptunk. Viszont a második fél időben valóban azok a dolgok, amiket szerettünk volna már látni a eddigiek során is, amit edzéseken gyakoroltunk, végül is 4 gólt tudtunk lőni egy fél idegenbe, azt hiszem, hogy minden dicséretet megérdemel a csapat. És mit gondol a felső Zsolcáról? Hát az első fél időben nagyszerűen futballoztak, megnehezítették a dolgunkat. Valóban egy rutinosabb csapat a miénk. Igazából azt gondolom, hogy meg kell szokja még a hazai csapat azért a NB3-ban. Biztos nagyobb az iram és képzettebb ellenfelekkel kell megküzdeni, mint a megyei bajnokságban. És hát az első fél idei játékok azért biztos, hogy mindenféleképpen bíztató lehet számukra. Kit emelne ki most itt a két csapatból? Hát a saját csapatomat értékelném inkább. Egy kirívóan jó teljesítmény volt a Kuti Laci személyében, aki meglepett minket, mert nem ezt a teljesítményt nyújtott eddig a felkészülési mérkőzéseken, de hát a derbi napján kell húzni alólnak. Úgyhogy ő nagyon jól játszott, de a második fél időben a támadó részlegünk azt hiszem, hogy rendben volt, és tényleg szép dolgokat csináltunk. Mire számítanak egyébként a bajnokságban? Hát nekünk végül is kimondatlanul a feljutás a célunk, amit végül is a Turai városvezetés is várna tőlünk. Úgyhogy hát csak ezt tudom mondani, hogy szeretnénk bajnoki címet ünnepelni a szezon végén. A kezdőrúgást végző polgármester szerint a vereség után is töretlen lendülettel kell folytatni a munkát a bajnokságban. Azt szeretném majd a játékosoknak, a vezetőknek is elmondani, hogy hát nem csüggedni kell, hanem mindinkább összerázódni.
ez a szakmai dolog, ami nyilván az edző és a szakvezetés dolga. A többi pedig hát ugye nagyon nehéznek ígérkező szezon következik, mert szinte az utolsó pillanatban szállt ki a főszponzor, az önkormányzatunk kívüli főszponzor, tehát most olyan támogatókat kell keresni, és valószínűleg sokat, sok kicsit, vagy sok olyat, aki viszonylag kis pénzzel tudja támogatni azt a játékot, és hangsúlyoznám, hogy az utánpótlás is, ami ahhoz vezet, hogy tartósan jó csapat, NB3-as csapat alakuljon ki Felső Zsoltszán. Az FVSC elnöke a 4-1-es vereség ellenére is elégedett volt a csapat teljesítményével. Bemutatkozásnak az eredmény alapján rossz, de a játék alapján én szerintem jól játszottunk. Nem, ennyire nem játszottunk alárendelt szerepet. Kinek a játékát emelné ki? Én nagyon örültem a fiatal Bornár Dánielnek a játékának, ő nagyon jó teljesítményt nyújtott. De összességében én úgy érzem, hogy a csapat egyéni hibákat vétett csak, és összességében jól játszottunk. Mi lesz a mezőkövesd ellen? Remélem, ilyen jó játék, és nem ilyen eredmény. A bajnokság következő mérkőzését a mezőkövesd ellen augusztus 20-án idegenben játssza az FVSC.